Szaloncukrot, játékokat, tisztálkodási szereket, mesekönyveket, ruhákat tartalmaznak azok az ajándékcsomagok, amiket a Szekszárdi járási hivatal közel 400 dolgozója gyűjtött össze karácsonyra rászorulóknak. Ahogy az elmúlt években, úgy idén is a Szent Erzsébet Karitas alapítványnak ajánlották fel az ajándékokat. Az alapítvány elnöke azt mondja, több ezer rászoruló fordul hozzájuk segítségért évente, az ünnepek közelettében az édességeknek és a tartós élelmiszernek örülnek a leginkább. Az idén már több mint 2000 ügyfél megjelent, különböző adományokért, hórruhákért, cipőért, egyebekért, bútorokat közvetítünk ki, gyógyszert váltunk ki, mikor, mire van szükség, és élelmiszercsomagot rendszeresen osztunk, tartós élelmiszert, és így karácsony táján körülbelül a duplája jelenik meg, mint amúgy havonta. Úgyhogy most ilyen 280-300 főt várunk legalább. Ez már a sokadik alkalom, hogy a kormányhivatal dolgozói így jótékonykodnak. Melléjük állt idén a Vajda Papír ZRT is, és több általuk gyártott terméket ajánlottak fel adományként. Így adventáján egy hagyományt folytatunk. Részben ez a kormányhivatali hagyomány, egyéb iránt pedig keresztény világban már évezredes hagyomány az, hogy a jómódú embereknek nem csak lehetősége, hanem kötelessége is támogatni a rászoruló embereket. Azt gondolom, hogy ezt a szellemiséget magáévá tette az egész kormányhivatal. Tolna megyében működő 5 járási hivatal 900 dolgozója gyűjtött adományokat idén, amiket rászorulókat segítő civil szervezetekhez juttatnak el.